Január 17-én ünnepelte alapításának 30. évfordulóját a Liszt Ferenc vegyeskar. Rákosment egyik legrégebben működő kórusának egykori és jelenlegi tagjai ünnepélyes keretek között idézték fel az elmúlt 3 évtized számukra fontos énekkari történéseit. Az esemény részeként a megjelentek egy kifejezetten erre az alkalomra összeállított tárlatot is megtekinthettek. A szervezők ugyanis összegyűjtötték a közös utazásokat és fellépéseket dokumentáló fotókat. A rendezvényen részt vett Horváth Tamás polgármester, valamint Szabó Tiborné önkormányzati képviselő is. Fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte a Liszt Ferenc vegyeskar a Vigyázó Sándor Művelődési Központban. Az eseményen a máig aktív és a régi kórustagok is részt vettek, hogy felelevenítsék az elmúlt 3 évtized legemlékezetesebb énekkari történéseit. Mennyhártné Barna Zsuzsa elmondta, örömmel tölti el, hogy a személyi változások ellenére egy stabil közösséget sikerült kialakítani az esztendők folyamán. Deli Csaba keresett meg engem, hogy a régi Rázga József által vezetett Liszt Ferenc vegyeskar néhány tagja felkereste, hogy kellene valami énekart csinálni, és Csaba megkeresett engem, hogy nem vállalnám-e, és nagy, így utólag azt kell mondanom már ennyi év után, hogy nagy örömömre azt mondtam, hogy igen, vállalom. És így kezdődött ez az egész, néhány fővel indultunk, és aztán mindig egy kicsit többen jöttek, csapódtak hozzánk, mentek el tőlünk. Volt elég sok átmenés volt a kórusban, de úgy érzem, hogy azért a mag az összeállt. A szervezők a jelenlévőknek egy különleges kiállítással is kedveskedtek, ahol összegyűjtötték azokat a fotókat, amelyek az ének együttes eddigi élményeit megörökítették. A karvezető asszony kiemelte, mindig arra törekedtek, hogy minél több ember számára okozzanak örömet az előadott művek által. A rákosmentiek számára én úgy gondolom, ahogy szoktam látni itt a megjelenő közönséget, hogy van egy állandóan visszatérő közönségünk, akik szívesen hallgatnak minket, akik szeretik azt, amit mi csinálunk. És a dalosok számára is úgy érzem, hogy nekik ez fontos, hogy itt lehetőséget kapjanak, hogy kifejezzék magukat. A jubileumi találkozó első részében a kórus a jelenlegi felállásában lépett színpadra egy válogatással, bemutatva, hogy milyen széles zenei repertoárral rendelkeznek. Ezt követően elismerték azon személyek tevékenységét, akik áldozatos munkájukkal a kezdetektől segítették a vegyeskar működését az elmúlt 30 év során. Végül a közönséget is bevonva egy interaktív örömeneklés keretében adták elő a Halleluja című jól ismert szerzeményt. Az évforduló állófogadással zárult. A Liszt Ferenc vegyeskar legközelebb márciusban ad koncertet a Rákoscsabai Közösségi Házban egy reneszánsz dallamokat felvonultató est keretében.